Látványos ugrások, kecses mozdulatok és stabil elemek. Az A kategóriájú tornászok kápráztatták el gyakorlataikkal a torna munkacsarnok közönségét. Igazából nekem úgy, ahogy a gerenda sikerült a legjobban, nem tudom, hogy csináltam, és nagyon kedvesek voltak a bírók is, mert tényleg nem volt tökéletes a gyakorlatom, és mégis ahhoz képest sok pontot adtak. Melyik a kedvenced egyébként? A talaj. És miért ezt szereted? Hát az, hogy a legjobban is nem lehet róla leesni. Ki szeretnék jutni az olimpiára, mint legalább szerintem minden lány, aki szertornázik. Elmondod nekem, hogy mit szoktatok egy edzésen csinálni? Hát mostanában haladó elemeket szoktunk, mert ugye arra készülünk, és minden szeren új elemeket tanulgatunk. Hát szerintem a talaj volt a legjobb, és igazából hát haladó elemeket kellett, meg akrobatikát, ugye ilyeneket. Melyik a kedvenced neked a három közül, és miért pont az? A talaj. És miért? Mert nem lehet leesni. Talajugrás és a nagyobbaknak gerenda. A lányok ezekben a versenyszámokban indulnak a diákolimpián. A fiúk gyűrűgyakorlatot is bemutatnak. De hogy mi is a különbség az A és a B kategória között? Ez az A kategóriás, tehát ezek a versenyengedéllyel rendelkező versenyző gyerekek. A 6 éves kortól egészen a 14 éves korosztályig indulhattak A egyénibe, illetve B kategória 34. korcsoport egyéniben. Először is szabadon választott gyakorlatokat. A FIG szabályzata szerint már elemértékelés is van, de természetesen versenyzési lehetőség ez a legfontosabb. És köszönet a Diáksport, megyei Diáksport tanácsnak, mert ez nem kötelező jelleg, hogy megrendezzük, viszont lehetőséget biztosítottak, tehát a hátteret biztosítják, hogy ez meglegyen. Nagyon sokat fejlődtek, itt szinte látványos az egy év, amióta az új tornacsarnokba tudunk edzeni, úgyhogy nagyon ügyesednek, úgyhogy bízom benne, hogy még lesz sok utánpótlás, és meg ők is még sok sikert fognak elérni. 2018. februárjában nyílt meg Pécsett a Verseny utcában a 21. századi felszereltségű torna munkacsarnok. Most versenyhelyszínként is jól debütált a terem, hiszen már kétszer két napon át mérték össze tudásuk a tornászok a városi és a megyei diákolimpián.